Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Jurassic World The Game következő részében, és ahogy látjátok, ebben a medveszerű őslénnyel köszöntöm be nektek, aminek az a neve, hogy Actodus. Miért ez a neve egyébként? Mert mindegy, lényegtelen, az a lényeg, hogy ebben beköszöntem. Ugye az előző videó az kb. Egy, nem tudom pontosan mennyi ideje volt, de nézzük, el akarok nektek valamit mesélni itt a videó elején. Ameddig csinálom azokat a dolgokat, amik már mostanság unalmasak, szóval fejleszgetek, meg ilyesmi. Na, azt szeretném nektek elmesélni, hogy képzeljétek el, én mostanában úgy szoktam csinálni, hát nem mostanában, hanem már egy ideje, azt szoktam csinálni, hogyha felveszek bármiből videót, ami nem Frefire, akkor felveszem a videót, utána letörlöm a játékot, megvágom a videót, aztán felteszem YouTube-ra. És ennyi. Azután nem játszok avval a játékkal. Egészen addig, ameddig nem csinálok belőle videót. És ez ugyanígy igaz a Jurassic World The Game-re, mert egy páran már kérdezték tőlem nem csak YouTube-on, hanem kérdezték tőlem Messengeren is, hogy hogy állok a Indominus Rex-el, Foxy, mikor lesz már Indominus Rex-ed, hiszen annyira akartad, vagy na, ilyesmi. Képzeljétek el, nézők, én már nem vagyok annyira, hogy mondjam. Hát azt nem mondom, hogy nem vagyok odaérte, mert szeretem azt a dínót, meg minden, vagyis nekem nagyon tetszik, meg a filmben is nagyon tetszett, meg minden. Szóval nagyon jó, nagyon szuper, nagyon tetszik, szívesen megpuszilnám, meg minden, csak... Értitek? Nekem egyszerűen nincs elég tárhelyem ehhez az egészhez. Mert most figyeljetek, tudjátok hány sorozat van? Van a Rainbow, 1. Van ez, 2. Van a, hát a Frefire az nem, az még nem sorozat, de ha akarjátok, majd később sorozat lesz. Akkor van a random videók, ami igazából lényegtelen, akkor... még milyen? A Jurassic World Alive. És, ja... Igazából nincs olyan sok sorozatom, csak egy baj van, hogy a játékok közül, az összes játék közül nekem a Jurassic World The Game foglalja a legtöbb helyet, meg még nem tudom. Meg már erről biztos beszéltem, de sokan azt akarják, hogy újra legyen pixelgán. Vagy sokan, hát azért eléggé túlzás, hogy sokan. De időnként, például ma is, egy régi videómhoz írt valaki, hogy lesz-e még pixelgán. Én meg nem írtam neki igazából semmit vissza, bár láttam a kommentjét, de azért nem írtam vissza egyébként semmit, mert igazából azon gondolkodok, hogy lehet, hogy nem... Figyeljetek, nézők, nem most, de lehet, hogy majd a elkövetkezendő időkben lehet, hogy visszahozom talán a csatornára, de ebben még nem vagyok biztos. Mert igazából azon gondolkodok, hogyha vége lesz a Minecraft Rainbow-nak, ami nem tudom, hogy mikor lesz pontosan, de ha vége lesz a Minecraft Rainbow-nak, akkor arra gondoltam, hogy a Minecraft helyett kéne valami másik játék. És akkor gondoltam, hogy akkor vagy Pixelgen lenne, vagy Dragon Mania Legends, vagy újra C-Cops. Szóval ezeken gondolkodok. Persze a Jurassic World The Game az marad ameddig el nem érem a úgymond céljaimat, vagy úgymond. Jelenleg az a célom, hogy legyen egy Indoraptorom, csak egyetlen egy baj, hogy ilyen kevés Velociraptor DNS-em van, ezért, mert amit mondtam, hogy
ha nem videózok egy játékból, akkor nem is játszok vele. És képzeljétek el, ezt akartam mutatni, és erről szól a mai videó. Szóval ma nem terveztem csatát, de lehet, hogy egy csatát nyomunk, még nem tudom. Na, ez, hogy van egy új szuper DNS, mégpedig itt a newsban láttam, hogy képzeljétek el, lesz egy új szuper hibrid. Ez ugye, ez a szuper hibrid, ezt ugye a Triceratops és a Stegosaurusnak a keverékéből lehet összetenni, és gondolom valamilyen szuper DNS kell hozzá, valamilyen dinónak a DNS-e. És ez még nem jött ki, vagyis nem tudom, hogy ezt ki lehet-e már keverni, de elméletileg nem, mert itt nekem a DNS-nél még kérdőjel van, hogy milyen DNS kell. Meg nekem ez a hibrid nincs meg, szóval De én igazából most próbálok koncentrálni a Indoraptorra, hogy legalább 10-esen meg legyen. Mert mondták nekem páron, hogy kifullozni a Indoraptort az igen drága mulatság, de igazából pár azt mondták, hogy a Indoraptor már 20-ason is egész jó. Hát én elhiszem, mert láttam már róla a kifullozós videót, és láttam, hogy ultra brutálisan erős, meg sok élet, meg minden kutyafüle. Meg egyébként itt a játékon belül is meg tudom nézni, hogy mennyi élete van, meg mennyit sebez. Szóval, ja. És erről a új hibridről akartam igazából beszélni, mert egyébként a Jurassic World Alive-ban nekem ez a hibrid megvan, csak csak ugye nem a legjobb hibride, de a csapatban, de ja. Ja, meg még akartam ezt mutatni, hogy 3 napig tart ilyen akció, olyan speciál csata. Tudjátok, ami gyémántért tudtok csatázni, ez kb. 1-2-3-5 csatából áll, vagy 6, és lehet belőle, lehet nyerni Indominus Rexet. Én igazából gondolkodtam, hogy ezt a csatát talán megcsinálom, de igazából nem tudom, mert az a baj, hogy ezt a 5 csatát úgy kell megcsinálni, hogy egy csapattal, szóval kapunk random dinókat, és akkor azokkal kell győznünk. Szóval én ezt nem nagyon szeretem, ezt a egészet, de lehet, hogy majd kipróbálom videón kívül, lehet, hogy videóra nem veszem föl, mert múltkor, amikor játszottam ilyen csatát, akkor hú, az nagyon rossz volt, azt fel akartam venni videóra, de na mindegy. Na nézzük, mi van itt. Szerintem talán ezt a csatát megcsinálom még. Kedves nézőim, sajnos ezt a csatát nem tudjuk megcsinálni, mert a tárhelyem nem elég hozzá. Erről beszéltem, kedves nézőik, hogy nekem ehhez az egészhez nincs elég tárhelyem. Ezért törlöm le a játékokat, amik sok helyet foglalnak. És mondjuk, amikor mondjuk nem videózok, mint például délután, vagyis amikor nem veszek föl videót, akkor általában csak Frelfirébe játszok, mert mostanában nekem az a játék nagyon tetszik, és egyre jobb kezdek benne lenni, meg minden, ez lényegtelen. Az a lényeg, hogy avval játszok mostanában a legtöbbet, de majd meg szeretném azt csinálni, hogy majd a Jurassic World game-mel egy kicsit, próbálok majd egy kicsit többet foglalkozni. Na mindegy. Az a lényeg, hogy én Oxyfoxy voltam, találkozunk a következő részben, amiben szerintem főleg csatázni fogunk a beszélgetés helyett. Remélem megértitek ezeket a dolgokat, hogy miért haladok ilyen lassan a dolgokban. Na, sziasztok! Húú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 ú